Római inspirációk címmel kettős kiállítás nyílt a Falconieri palotában szeptember 12-én csütörtökön. A közelmúltban elhunyt Simon András grafikus művészre emlékeztek a képein keresztül. Róma a művészetek hazája. A Római Magyar Akadémiának otthont adó Falconieri palota immár évtizedek óta fogadja a magyar tehetségeket, hogy a nagy művészelődők hagyatékából inspirációt gyűjtsenek. Később ugyanide visszatérve bemutathatják alkotásaikat. Lantos Krisztina az intézet vezetője televíziónknak úgy nyilatkozott, büszkék arra, hogy otthont adhatnak a tehetségeknek, hogy bemutatkozhassanak. Kultúra, innováció, inspiráció, generációk és országok között. Ez a mi küldetésünk, hogy megmutassuk, hogy milyen gazdag a magyar kultúra. Nem csak Magyarországon tudjunk arról, hogy milyen tehetségeink vannak, hanem akár Olaszországban is egy olyan fantasztikus helyen, mint a Római Magyar Akadémia. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy több generáció találkozott ma itt, apa és lánya, és egy fiatal tehetségek úgy, hogy támogatja őket egy alapítvány. Ez a legnagyobb dolog, amit tehetünk a saját kultúránkért. Őrizzük, bemutatjuk, ápoljuk, és megmutatjuk mindenkinek, aki érdeklődik iránta. Több alkotó nemzedék is bemutathatta tehetségét, a fiataloktól a híres művészekig. Az egyvonalas grafikus művészként ismert Simon András sajnálatos módon hirtelen halála miatt már nem tudott jelen lenni a tárlat megnyitóján. De lánya nagy szeretettel mutatta be a római közönségnek édesapja gazdag művészeti hagyatékát. Érezhető édesapám mennyei jelenléte, aki nagyon készült erre a közös kiállításra, ami hát nem emlékkiállításnak indult, hanem egy évvel ezelőtt, amikor meghívták ide a kiállításra, akkor azt vetette fel, hogy ezt szeretné, hogy ez egy közös kiállítás legyen, egy apa-lánya kiállítás. Így indultunk neki, aztán én kurátora lettem az ő kiállításának, és képviselem, illetve eleget teszek örömmel annak a kérésnek is, hogy ez közös kiállítás legyen. Az ő munkái előkészítésében is tényleg minden szeretetemmel öleltem át az ő munkásságát, életművét, amit a családdal együtt, a családi összefogásban tulajdonképpen az ő vágya szerint együtt viszünk tovább. Az Alkos Szabadon 2024 rajzpályázat díjazott alkotásai is kiállításra kerültek a Falconieri palotában. A pályázatra 8-tól 20 éves korig jelentkezhettek a gyerekek 3 korcsoportban. Azt a főnyereményt kapták, hogy itt, Rómában lesz az önálló kiállításuk. Nagyon szerettük volna megmutatni az olaszoknak a magyar tehetségeket, hogy mennyire tehetséges gyerekek vannak Magyarországon, és hát úgy gondoljuk, hogy Róma és a Falconieri palota nem kérdés, hogy a legmegfelelőbb helyszín ahhoz, hogy ez meglegyen, úgyhogy a mögöttem lévő kertnél is látszik, hogy ez egy milyen csoda helyszín. Az idei rajzpályázat témája a sport volt, hiszen 2024 az olimpia éve és a foci Európa bajnokság éve volt. A gyermekek azt a feladatot kapták idén, hogy kedvenc foci élményüket örökítsék meg egy alkotásban. Olaszország, Róma, a művészetek hazája, úgyhogy ez egy ilyen, nekünk is egy álom dolog, de az, hogy a magyar gyerekek, akik tehetségesek, és hangsúlyoznom mindig, hogy ők nem művészeti iskolából jöttek, ők nem képzett művészek, hanem azok a gyerekek, azokról a gyerekekről beszélünk, akik tulajdonképpen tehetségükkel jutottak be egy adott festményre. A díjazott munkák a kiállítást követően a Szépművészeti Múzeumban árverésre kerülnek, a bevételből pedig hátrányos helyzetű gyermekeket és óvodákat támogatnak.